Kopogtat a vadkesztyűnye, vége van a nyárnak, anyu mondja, hogy ideje iskolába járjon. Kinőttem a zobit, nagy legényke lettem, csöngetyűs iskolába megyek szeptemberben. Első osztályosok szavalnak verset a Szakcsi iskola tanévnyitó ünnepségén. Egy tanévnyitó ünnepség sem egyforma, hiszen a gyerekek folyamatos változása teszi mindig mássá az iskola kezdést. Hangsúlyozta megnyitó beszédében az igazgató. Valóban a tanévnyitók körülbelül egyformák. Látszólag tehát ugyanolyanok, de ha jól belegondolunk, mindegyik más és más. De mi teszi őket különbözővé? Nos, többek között éppen ti, kedves gyerekek. Mert ti sem vagytok ugyanazok, mint voltatok. A tavalyi elsősök, most már másodikosok, a másodikosok harmadikosok, és így tovább. A tervek eléréséhez szükség van a tanulásra, fogalmazta meg üzenetként az iskolaigazgató, aki ezt illusztrálva több példát is felsorolt a jelenlévő ünneplő közönségnek. Hogyha egy picit is tanulnak, akkor már mások a tegnaphoz viszonyítva. Illetve a másik üzenet, hogy a két mappába helyezzék el a dolgaikat, az egyik a sikermappa volt, a másik a nem baj, majd legközelebb sikerül címmel, és azért mondtam nekik, hogy amíg a vastagabb a sikerek című mappa, akkor nyugodtan lehet mosolyogni. Szabó Lőrinc Ima a gyermekét című versének egy részletét tartalmazta az az emléklap, amelyet az első osztályt kezdő diákok kaptak. Ezzel is szimbolizálva, hivatalosan is az iskola diákjai lettek. A buszjárathoz igazították a tanévnyitó ünnepség időpontját Szakcson, mivel ide 4 településről járnak gyerekek tanulni, Lápafőről, Várongról, Nakról és Szaksról. De az igazgató azt mondja, így sem iratkozott be elegendő létszámú diák ahhoz, hogy önálló osztályok indulhassanak. Az első és második, illetve a harmadik és negyedik osztályokat összevonták. Az idei tanévet 96 tanulóval kezdjük meg. Ez azt jelenti, hogy az alsóbb évfolyamokon nem lett meg a minimális osztálylétszám, így az 1-től 4-ig, tehát az első, másodikat, illetve a harmadik, negyediket össze kellett vonnunk. Az 5-től 8-ig önálló osztályaink vannak. A hétfői menetrendszerű oktatáshoz az ünnepség után alapvető információkat közöltek a kisiskolásokkal és szüleikkel. Az évi munkát, az évelei munkát, a különböző adminisztrációs teendőket felmérjük, hogy hány gyerek lesz igényel napközit, hány gyerek igényel hittanoktatást, és hát ugye arról van szó, hogy körülbelül hány pedagógus kollégával fogunk együtt dolgozni, mert nem egyedül dolgozom így az osztályban, hanem hárman fogjuk tanítani ezt az összevont osztályt. Az első óra közepén már több kisiskolás is várta, hogy játszhasson. Tanítójuk idén a 22. első osztályát kezdte, ezért tudja, a járható út a játszva tanulás. Az iskola nem könnyű dolog, játszani fogunk sokat, megpróbálunk, ahogy kell, játszva tanulni, de ugyanakkor sokat kell dolgozni, tanulniuk, hogyha valamire, tehát hogyha nem akarnak évet ismételni, és előbb mondtam, amíg nem tetszettek bellenni, hogy egy a lényeg, hogy nem szabad elkeseredni, nem szabad föladni, hanem újra meg újra meg kell próbálni, addig, amíg meg nem tanulják azt, amit kell, mert valamikor mi is, meg a szüleik is ugyanígy kezdtük, ugyanígy csináltuk, tehát ha nem adjuk fel, akkor nem lesz semmi baj végére. Tehát szorgalmas tanulást kívántam nekik. A nap végén 13 tanszercsomagot osztottak ki egy uniós pályázat keretében a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, benne a legalapvetőbb iskolai segédanyagokkal.